Emlékszik még, hogy mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Néhány napja tette közé a BKV toborzó filmjét, a pénzcentrum.hu szúrta ki, hogy kampány indult, mert nincs elég buszsofőr. Budapesten nem könnyű buszt vezetni, különösen amikor például pirosan áthajtó teherautó állja az utat, egyre kevesebben ülnek a volán mögé. Egy átlagos napon 150 kilométert vezetnek városi forgalomban, több ezer utassal a hátuk mögött. A BKV most 200 ezer forintos fizetést ajánl azoknak a kezdőknek, akik elmennek hozzájuk buszsofőrnek. Nem lehet persze bárki buszvezető a BKV-nál, vannak feltételek. Az egyik, hogy legyen alapfokú iskolai végzettsége, 8 általánosa, illetve hogy legyen C-kategóriás jogosítványa, tudjon teherautót vezetni. A cég ezért cserébe már a képzés alatt fizetést biztosít, két hozzátartozó pedig ingyen utazhat a BKV-val, a vidékiek szállást is kapnak. Állandó probléma, hogy sok fiatal jelentkezik a céghez, de miután kitanították őket, elmennek máshova vezetni. Ezért próbálják röghöz kötni a sofőröket. Közpénzből gazdálkodó vállalatként azt nem tehetjük meg, hogy kiképzünk valakit több százezer vagy akár millió forintért, és akkor ha másnap mész, akkor mennyi lesz, ez nem engedhető, de két évnél nem szokott több lenni. Az egyik legnagyobb buszos szakszervezet szerint csak akkor jönnek új emberek és maradnak a régiek, ha nőnek a fizetések. Jövőre szerintük 15%-kal kellene emelni. Az ellenmondás az, hogy miközben a BKV elismeri, hogy munkaerő hiány van, a bérkövetelést kezdeményező levelünkre azt a választ kaptuk, hogy nem időszerű ez a kérdés. Hát akkor kérdezem, hogy mikor időszerű, ha nem most, főleg akkor, amikor a metrópótlás itt a közelben van. Váltson most! Azt a BKV is elismerte, hogy a mostani toborzás egyik oka, hogy a 3-as metró felújítása miatt körülbelül 250 buszvezetőre lesz szükségük. Ezért is ajánlják a viszonylag magas kezdőbért. Híradónk beszélt egy most Németországban dolgozó sofőrrel, aki 34 évig dolgozott a BKV-nál. Kint 1600-1700 euró, vagyis körülbelül 500 000 forint egy sofőr fizetése. Itt jobb a megélhetés, a körülmények, ami a legnagyobb ér, hogy jobban meg vagyok fizetve. Végre életemben először érzem azt, hogy meg vagyok becsülve ilyen téren. A BKV vezérigazgató helyettese szerint 100 sofőrt már most is fel tudnának venni, a pótlásukat túlórákkal oldják meg.